Sziasztok! Ugyebár a contenttel foglalkoztunk már lényegében az egész HTML során. A margin-t és a border-t a két megelőző videóban vettük. Igazából túlzottan nagy újdonságot a padding sem fog tartalmazni. A padding ugyebár az egy ilyen kitömés, ami a border és a content között található. Itt csináltam egy ilyen kis honlapot. Ebben van egy p-klasszunk, aminek padding a neve. Itt van egy középső eleme, ezen kívül pedig van kettő ilyen kollapszunk, amit egy ilyen HR Thematic Break-kel választottunk el, és hozzáadtam néhány stílust, annyi, hogy legyen egy border, és egyébként meg egy paddinget is, majd ezen fogom bemutatni a dolgokat. Mint ahogy láthatjátok, a padding az a border között található rész, a contenttől el van választva, és ezen kívül, amit szerettem volna még itt bemutatni, az egyik az, hogy ugyanúgy meg lehet adni egy ilyen shorthandben mindent, mint ahogy a marginnál és a bordernél is. Tehát nem kell külön kiírogatnunk azt, hogy padding top, padding, lehetne azt is, látjátok, engedi, de nem szükséges, tehát ezt is lehet ilyen rövidített formában csinálni. Itt 50 pixel, 50 pixel, 50 pixel, 50 pixelt adtam meg. És láthatjátok, hogy bizony itt van 50, 50, 50, hát nyilván itt kicsit több, maga a border legalábbis. Ettől függetlenül, amit még be akartam mutatni, és amiben különbözik a margin-tól, és amiért egyáltalán ez a videó lényegében létrejött, bár így is nagyon rövid kell egy kis videó, mert ez túl sok újdonságot nem tartalmaz magában, az, hogy ugye bár itt is egy ilyen margin-nál a collapse az volt, hogyha van valami, aminek az alja mondjuk 100 pixel, és az alsónak meg 120 pixel, a felső része, akkor az egészből csak egy darab marad, a nagyobbik, ami a 120 volt. Ugye bár. Na ez most olyan szinten különbözik a padding a marginhoz képest, hogy itt ez nem létezik. Tehát mint ahogy láthatjátok, itt mind a kettő megtartja a 100 pixeles távolságát. Tehát itt nem esnek egybe, tehát ezt is érdemes megjegyezni, mert ez megint csak, hogyha a margin már megtanultuk, akkor nehogy azt így az ember, hogy itt minden összeomlik, hogyha az egyiknek a teteje van, a másiknak meg az alja. Nem, ez nem így működik. Ezek megtartják szépen a paddingjüket, és az annyi lesz, tehát ez 100 pixel, ez szintén 100 pixel. És attól, hogyha az egyiket mondjuk átalakítom 120 pixel, akkor a másik csak simán annyival lejjebb fog majd kerülni. De be is mutatom, látjátok, hogy simán lejjebb kerül, nem ugyanúgy megtartja a távolságát, vagy bármi, hanem szépen ennyibe változik. A paddingről ennyit, annyira nem túlzottan komplex, ez nem látványos, viszont paddinget is gyakran fogtok használni majd valószínűleg, mert nagyon nyilván minden egyes elemennél azért használjuk valamennyire talán, ahol érdemes ezen gondolkodni. Még amit érdemes lehet megjegyezni talán, hogyha ez a többinél is ugyanúgy működik, hogyha mindenhol akarok, tehát például látjátok ez, hogy padding 50, 50, 50, 50, 50, ha tudom, hogy minden irányból 50 pixelt akarok használni, akkor simán kitörlöm, és ez ugyanazt jelenti, tehát ez egy ilyen kis okis rövidítésemvel az összes irányba képes vagyok beállítani egy ilyen 50 pixeles paddinget, és nem kell kiírnom az összeset, hogyha ugyanakkora a négy érték, ha pedig nem ugyanakkora, akkor pedig itt láthatjátok szépen ezeket bírjuk, ahogyan szeretnénk, legyen 30, 40 pixel, azt az írjuk oda, hogy milyen mértékegységről is beszélünk, itt meg legyen 60 pixel. És akkor ez alapján fog változni. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet!